Szép estét kívánok, köszöntöm a köztér valamennyi nézőjét. Mai adásunkban egy megunhatatlan témával jelentkezünk. A szeúzó kincsek kerülnek majd a középpontba, a hozzájuk tartozó újabb eredmények, a kiállítás is szóba kerül majd, amely nemrégiben nyílt meg a Magyar Nemzeti Múzeumban, de hát aztán itt a Fejér megyei történések is középpontba lesznek majd. Stúdiónk vendége pedig a téma szakértője, a Szent István Király Múzeum régésze, Nádorfi Gabriella. Sok szeretettel köszöntöm itt a stúdiónkban. Hát én is szeretettel köszöntök mindenkit. Azt hiszem, hogy péntek estére nem választottnak izgalmasabb programot a nézők, mint hogy a szeúzó kincshez kötődő rejtélyekbe ássák bele magukat. Főleg, hogy ugye június 27-e óta azért ismételten látogatható egy időszaki kiállításon. Ön már látta ezt a tárlatot, Gabriella? Igen, voltam fent a kiállításnyitón. Most kiállították az összes tárgyat, tehát amik őket ismerünk, kiállították az üstöt is. Meg kell, hogy mondjam, hogy az üstöt most láttam eredetiben először, csak fotóanyagról. Igen, szóval láttam meg a méretét. Nem jöhetett ide, ugye? Igen, nem lehetett elhozni. Úgyhogy kiállították, de ez csak egy időszaki kiállítás. Tehát ezt úgy értem, hogy azt mondták a nemzetis kollégák, hogy ez egy rövid ideig lesz nyitva, egy pár hónapig. Hát azt hiszem november talán. November valameddig, igen. És fog készülni egy nagyobb kiállítás, csak azzal ugye nem tudtak teljes mértékben elkészülni. A nagyobb kiállításon, tudomásom szerint ki fogják állítani a polgári kvátriposzt, ami ugye nagyon közel áll a leletegyütteshez, illetőleg remélem nem eszik le a fejemet, hogy hozzá még csatlakoztatva, tehát kicsit a negyedik századi Pannoniát, illetőleg az elit réteget szeretnék bemutatni, de úgy az elit réteget, hogy olyan tárgyi anyaggal, amik nagyon jelentősek, persze nem olyan jelentős, mint a szeúzó, hiszen nagyon jól tudjuk, hogy birodalmi szinten ez a legjelentősebb. Legbecsülhetetlen gyakorlatilag azért. Legjelentősebb lehet együttes. Hogyha már említette az üstöt, akkor ugye ez az az üst, amiben a tanúk elmondása szerint ezeket a kincseket találhatta Sümeg József. Milyen állapotban volt, illetve milyen jellegzetességeket tud elmondani? Nyilván hát így a kiállító térben látottak alapján, mert hát megvizsgálni ugye nem volt, gondolom, lehetősége, csak szemrevételezés. Igen, nincs rossz állapotban, de nincs jóba se, nem restaurálták még az üstöt, erre azt mondom, hogy ez szerencse. Tudnélik, azok a lerakódások, amik ugye benne vannak, tehát ahogy elásták, azok ott vannak, látszanak, és hát ugye az nagyon jó, hogyha ennek az üstnek a lerakódásait ugye meg tudják még vizsgálni, de az eredeti őket. Mert mihelyt, hogyha hozzányúlnak a restaurátorok, abban a pillanatban már változnak az eredmények, hiszen ugye ott elkezdenek dolgozni a vegyszerek. Na most valóban ebben volt elásva, meg is van nyomódva egy kicsit az üst. Ugye azt próbálták rekonstruálni, hogy helyezkedtek el benne a tárgyak, tehát ugye a nagy tálak, a korsók, az amfora, tehát belefért ez egyértelmű. Nem tűnik olyan rossz állapotúnak, most annak ellenére, hogy nem tudtam megfogni. Na most, ha valaki volt a múzeumnak az állandó régészeti kiállításába, ott van egy üst, az igari üst, ami szintén egy elrejtett leletegyüttes tartalmazott annó, amikor előkerült. Sajnos a leletegyüttesből nem sok darab maradt meg, hiszen a 60-as években, amikor előkerült, akkor elhordták, és Bánki Zsuzsa volt az, aki próbálta összeszedni, még amit össze tudott szedni, vagy azokat a tárgyakat, amik ugye benne voltak ebben az üstben. Na most nagyon hasonlít hozzá, de meg kell, hogy mondjam, hogy az igari üst az korábbi, egy kicsit, mint a szabad, vagy ez a szeúzó üst, tehát egy korábbi darab. Formailag nagyon hasonlít, de a szabad, mindig szabadbatyát mondom. Mert a térséghez ezer szállal kötődik. A szeúzó
edényeket tartalmazó üst a szegecselt, tehát azon látszik az összeillesztése, és gyakorlatilag ezt egyik kollégám mutatta ki már korábban, ezek a típusú üstök, ezek főleg itt a Duna vidékén, illetőleg a Rajna vidékén voltak elterjedve, de főleg a Duna vidékén. Tehát a műhely és meg a mesteremberek alapján a technológiát be lehet, gondolom én, azonosítani. Azt be lehet azonosítani, tehát ezen a területen készült, és meg kell, hogy mondjam, hogy Gorziumban is vannak olyan üst darabok, tehát nem egy üst, ami hasonló technikával készült, mint amilyen a aszeuzó kincseket tartalmazó üst volt. Azért ezek fontos eredmények lehetnek, majd gondolom, hogy majd anyagvizsgálat, legalábbis amiket olvastam, azok alapján nekem úgy tűnik, hogy anyagvizsgálatokat is végeznek, a Nemzeti Múzeum munkatársai folyamatosan zajlanak különböző kutatások a hazakerült kincs darabokkal. Valóban zajlanak a kutatások. Anyagvizsgálatot is végeznek, az külön természettudományos, tehát speciális szakemberek csinálják. Nekem itt vannak bizonyos fokig kételjeim. Ugye nagyon sok idő telt el az előbb elrejtéstől, amikor a megtalálásától, és addig, amíg hozzáláttak az anyagvizsgálathoz. Közben ugye megint telt el idő, amióta ugye megismertük a leletegyüttest, és bizony változnak, tehát az anyag, úgy értem az anyagvizsgálati anyagokat, hogy változnak, hogy a helyszínen, ugye ott esik a hó, eső, stb., tehát az mind változtatja az eredményeket. Annak idején még a 93-as New York-i per előtt vettek anyagvizsgálatot a feltételezett lelőhelyéről, és az bizony hasonlított az egészet. És nem véletlenül mondták akkor ki, hogy ezen a környéken, tehát Kőszárhegy Szabadbattyán környezetében került elő. Persze, hiszen a sárvíz mozhatja meg, igen, egyáltalán ugye a másodlagos előkelési helyszín, a borbély. Igen, meg a talajanyag. Tehát az a talaj minta, amit vettek az eredeti helyszínről, hiszen tudjuk azt, hogy amikor ugye még a New York-i per előtt kint voltak magyar kollégák, egy régész kollégám, illetőleg egy természettudós kolléganő, és ők vehettek ott talajmintát az üstről, meg a tárgyakról. És gyakorlatilag az a talajminta anyag, amit ott vettek, amit ugye ebben a körzetben vettek, azt összevetették és hasonlított. És ez volt az egyik legnagyobb baja a 93-as New York-i pernél, hogy az anyagvizsgálati anyagot nem nézték meg, tehát nem került a bíróság elé, mondván, hogy később kapták meg. Tehát későn érkezett. Igen. De hát mi is későn kaptuk meg, mert nem ért ide időbe, és nincs olyan kémiai vizsgálat, hogy fel lehetne gyorsítani, hogy most gyorsabban működjenek, aminek működnie kell. Tehát ugye az arról már többször ejtettünk szót itt a köztérben is, a szeúzókeddek során is, megszámlálhatatlan, nem tudom, beszélgetés alkalmával, hogy ugye mennyire fontos lenne a lelőhelynek a beazonosítása, és hát ugye nyilván ön is olvassa a különböző blogokat, meg egyéb ilyen oldalakat, híreket. A Borbély pincénél voltunk mi is nemrégiben, ahol ugye volt egy ilyen beszakadás, ott elég gyakran vannak ilyen jellegű dolgok a talajban. Ennek például utána néztek a néhány hete, hónapja talán? Utána ezek ilyen vízfolyások vannak alul több helyen, és gyakorlatilag ugye akik figyelemmel kísérték, az elhangzott már így a szeúzókeddek kapcsán is, ha jól emlékszem, hogy Kőszárhegyen vannak mindenféle járatok. Mondják, valóban vannak. A bányának, nem, de rosszul nevezik, nem járatok, ezek ilyen természetes képződmények, üregek, hiszen beszéltünk annak nem a tulajdonosával, hanem aki működteti a bányát, mert ugye kiadta a tulajdonos, és ők ennek utána mentek, hogy mik ezek, tehát ezek ilyen természetes képződmények.
Na most, ahol vízfolyás van, tehát mint ahogy ennél a bizonyos beszakadásnál, ugye nagyon esik az eső, akkor megrogy valami, és egyszerűen leszakad. Tehát azon egyértelműen látszott, hogy ezt talán jobban értik úgy az emberek, hogy vannak olyanok, hogy például az aszfalt leszakad. Mert az alatt is van egy olyan, és akkor hirtelen jön egy nagy esőzés, és akkor benyomódik az egész. Tehát... De hát ugye a Szárhegy környékén még különböző mendamondák keringenek azzal kapcsolatban, hogy hány pincét használhatott a Sümeg József, hova rejthette el a kincseket. Mi is voltunk együtt, és ezt a nézők is láthatták néhány felvételt, de majd készül egy nagy film, és akkor ott abban az egész folyamat be lesz mutatva, hogy voltunk több helyen is, ez nem titok, hiszen rendesen mindenféle lejelentéssel megtámasztva, csak hivatalos formában lehet ezeket a dolgokat művelni, és mi is voltunk, szétdöntöttünk egy egész pincét hozzájárulással, engedélyekkel, de több alkalommal is, ugye több bejelentésnek is utána néztünk, és hát nyilván önhöz is számos ilyen bejelentés érkezik. Igen, minden bejelentést meg kell nézni. Azért, mert ha az ember azt gondolja, hogy ez nem biztos, vagy nem valószínű, de azért meg kell nézni, mert ugye hát 6 évet. És az előbb volt szó arról, hogy blogok meg mennyi minden jelenik meg az interneten valóban, és mennyi olyan jelenik meg, amin egyértelműen látszik, hogy ezek nem igaz, hanem ilyen kitalációk, vagy valami. Én azt szeretem, hogy a tényekre alapul valami, tehát nem kitalálunk, mert sokan meg akarják találni, majd én bebizonyítom innen, meg onnan, meg amonnan. Hát azért ez nem olyan egyszerű, tehát ez inkább ilyen feltűnési, vagy nem tudom, hogy milyen viszketegség. Meg, mondjuk hogy... például, nem is tudom, a Tihanyi Tamással beszélgettünk ugye a Hírlap korábbi újságírójával, aki azért rendszeresen foglalkozott ezzel a témával, járt is önnel is, meg külön is, ugye különböző tanuknál. Ön is volt például azt hiszem Sárkeszék Katikánál, aki ugye annak idején hát a szerencsétlen megtaláló Sümeg Józsefet ugye fuvarozta ott ezen a, hát én már csak ilyen háromszögnek nevezem ezt a területet, ott a Bánya, Battyány, Akőszárhegy, Polgárdi útvonalon, ugye, és ő nagyon sok minden helyszínről beszélt, meg látott tárgyakat is, meg azért itt vannak ilyen bizonyos szempontból alátámasztott dolgok, tehát hogy azért lehet valami ebben, hogy ott több pincét is használt a Sümeg, meg több helyen találhatta a tárgyakat, csak ugye sajnos nem tudjuk, hogy hol. Ez egyelőre nem bizonyítható. Egy biztos, hogy mi a akkori miniszteri biztossal, a Hajdú Évával voltunk ennél a Sárkeszi Katikánál, és mondjuk én arra voltam kíváncsi, hogy ő mit rajzol le. Mondta, hogy nem tud rajzolni, de jobb, ha ő rajzolja le, mert ugye az ember óhatatlanul, én tudom a formát, az nem igazán nyerő. Ott volt az asztalán a Fejér megyei Hírlap, ahol 3 ceuzó edény volt közölve. Katika más nem tudott rajzolni, de hogy találtak mindenfélét, az egyértelmű volt, hiszen elmondta, hogy voltak porceláncsészék, volt láda, akkor volt ilyen kard, ami biztos, hogy nem római kard volt. Tehát olyan tárgyakat is tett bele, meg beszélt róla, ami nem lehetett római. Na most nyilvánvaló, hogy a Sümeg, hogy itt ugye filmkeresőzött, keresgélt, gyűjtött, ő mindent összegyűjtött, de nem tudta, hogy mi mihez tartozik, és hát a Katika sem, ő csak azt tudta, vagy megtudta ugye, hogy itt van ez a nagy jelentőségű leletegyüttes, amiért ráadásul nyomra vezetői díjat is kitűzött a minisztérium, ami 10 millió forint volt, nem kevés pénz. Akkor? És most akkor, azért már... Igen, most ez akkorról beszélek, és hát nyilván, hogy ő ezt úgy szerette volna, hogy ez az legyen, vagy oda tartozzon, és hogy hát ha sikerül, de nem sikerült. Most ő is mutatott nekünk több lelőhelyet, ott végeztünk is nyomozati ásatást, de eredménytelen volt. Tehát az az igazság, hogy minden olyat, ami bejött a minisztériumba, vagy akár hozzám, mi mindent megnéztünk, vagy akár amit a
azok a nyomozók, akik ezzel foglalkoztak, azok kinyomoztak, tehát minden meg lett nézve, és nagyon rendesen. És ez sem titok, hogy volt ugye egy társa a Sümegnek, aki börtönben volt, igen, a Lelkes Ferenc, és az sikerült a miniszteri biztosnak elérnie, hogy kihozza a helyszínre. Tehát akkor a Lelkessel is néztek helyszínt, és néztünk helyszínt, és nem volt nyerő, de mondta a Lelkes, hogy annyira megváltozott a terület, amikor ugye ide vitt meg, oda vitt minket, hogy nem tudja biztosan. Tehát azért... De emlékeim szerint talán a Katika... Katika se tudta biztosan. És ugyanezt jelezte, igen, hogy azért az elmúlt évtizedek alatt, mert hát volt egy csomó időszak, ugye nyilván hát a rendszerváltás előtt azért volt egy időszak, bizony, amíg erről hallgattak mélyen, bár a köztudatban benne volt, ugye, mert ezt most már tudjuk, hogy Polgárdiba, Szabadbattyányba és ott a térségben sokan tudtak erről, csak ugye nem beszéltek róla. Így van, így van, de ő ugye változott a helyszín, és nem egyik hely sem jött össze, hogy úgy mondjam, tehát mindegyik negatív volt. Pedig az mondjuk egy óriási eredmény lenne nyilván több szempontból, hogy a valódi lelőhelyet beazonosítani. Ez ami kicsit, ugye nem tudom már, hogy államtitok, ami valószínűleg tűnik. Az a baj, hogy a bíróság akkor is, tehát 93-ban már egy csomó mindent lehetett volna bizonyítani, ha engedik. De tárgy nem került elő. Ugyanakkor nem került elő, hiszen láttuk ugye, hogy van olyan tárgy, ami sérült, vagy hiányzik egy kis része, hát olyan sem került elő, de az már kerülhetett úgy be annak idején, tehát még a római korban földbe, vagy valahol elhagyták. De ha például találunk egy tárgyat, akkor azt is bizonyítani kell, hogy az a tárgy a Szeúzó kincshez tartozik. Szóval nem olyan egyszerű a történet, mint ahogy ezt sokan gondolják. És hát nyilván azért is jó talán, hogyha mindig minden hivatalos úton, módon történik, vagy ha ne adj úristen valaki talál valamit, akkor is tájékoztatja azonnal a hatóságot, mert hát ugye azt ott rögtön mindent rögzíteni kell, hogy valóban onnan került elő, gondolom, hogy ennek ez a menetrendje. Hát igen, meg jó, hogyha szólnak. Ugye én is több helyen voltam kint, amit jeleztek, vagy küldött ki a minisztérium, hogy nézzük meg a tárgyat, és nem hozzá tartozott, sajnos jó lett volna, akkor lett volna egy következő feladat, de változatlanul mondom, hogy mindent ellenőrizni kell. Tehát amik bejönnek, mert az a biztos, hogyha megnézzük és ellenőrizzük. És azt mondjuk elképzelhetetlennek tartja, hogyha mondjuk egyszer valamikor folytatódna a feltételezett Szeúzó palotának a feltárása, akkor ott lehetne még mondjuk akár újabb terv, hiszen tudjuk azt, hogy ugye a menekült a tulajdonosok vált betörések kapcsán. Hát, hogyha menekülnek, akkor ők ismerik a területet, a különböző zegzugokat, és nyilván az ember úgy gondol, én ezt nem alátámasztva mondom, hanem feltételezem, hogy esetleg még rejthettek el a kincs darabjaiból olyan helyen, mert feltételezte, hogy majd békeidőszakban visszamegy. Hát nyilván, ha valaki valamit elrejt, egy háborús esemény kapcsán vissza akarja hozni, hogy ott hogy lehet ezt, erről hadd ne beszéljek, ez talán itt a szakmai tudásunk, tehát erről nem akarok beszélni, meg kell, hogy mondjam, inkább nem, de nem csak erre kell gondolni, hogy ott ilyen kerül elő, közvetett adat is kerülhet elő, amely bizonyítja. Tehát én mindenképpen az ásatás mellett vagyok. Tehát meg voltam is, sajnos leállt, úgyhogy remélem, hogy egyszer folytatjuk. De biztos, hogy kötődnie kell Szeúzóhoz, mert egyszerűen egy ilyen gazdag tulajdonos, hát nem lakott akárhol, és ugye ezt már többször ragoztuk, hogy mekkora az épület, milyen volt a belseje, tudott róla, mert kiürítette az épületet, hát egy csomó minden amellett szól, hogy a tulajdonosa lehetett, hiszen a környezetében itt ekkora épületet nem találunk.
és ugye a Szeúzótáron a Balaton mellé helyezik, illetőleg nem közvetlenül mellé, hanem a Balatonhoz közel azt a bizonyos lakoma jelenetet, és azért mi sem vagyunk messze a Balatontól, hiszen körülbelül 14 kilométer most a Balaton az én épületemtől, tehát amit feltártunk, tehát közel van. Tehát az nem... Ez nem volt távolság, tehát nem volt, abszolút belefért az ábrázolásba. Teljesen akár belefért, és hát szóval nyugodtan lehetett. Tehát, és ugye miután gazdag volt, ezt tudjuk, lehetett egy hatalmas birtoka. Tehát amit ugye jelen pillanatban meg nem mondunk, hogy mekkora volt földterülete, ami jó, a Szabadbatyányi épület az egy településen van rajta, vagy helyezkedik el, de ugye mellette ott lehetett egy nagy birtoka, ahol mindenfélét termesztettek, illetve több állatok is lehetett, igen. Állat, szóval minden belefér. Ez a lényeg. Egyébként ugye gyakorlatilag gondolom én, hogy a Nemzeti Múzeumnak például ugye ezek a díszítéssel kapcsolatos vizsgálatok és ezek a dolgok is talán ehhez is kötődnek, nem? Már hogy milyen tájra mi volt jellemző, mert hogy ilyen vizsgálatok is vannak. Hogy a Nemzeti Múzeum jelen pillanatban elsősorban ugye foglalkozik a műhely kérdéssel, hol milyen műhelyben készülhetett. Ugye itt egy ezüst műhelyre gondolunk, volt itt a környéken ezüst műhely, lehet, hogy ott készült, lehet, hogy máshogy készült, lehet, hogy több helyen készült. Na most ezzel ők dolgoznak, foglalkoznak az ábrázolásokkal. Ugye ott egy csomó mitológiai jelenet van, és akik látták itt a kiállítást, hát oda ki is volt írva a feliratokon, hogy ugye melyik mitológiához kapcsolódik, azaz edény. Ezzel csak egy probléma van, hogy ez nem fogja bizonyítani az előkerülési helyét. Mert az, hogy hol készült, az egy dolog. Tehát, ami nagyon fontos, az is fontos, hogy ezek vizsgálva legyenek, de az előkerülési helyét egyik sem fogja bizonyítani, tehát ahhoz ez kevés. És pedig hát a történetből, meg a kalandos útból, meg egyáltalában ugye, amikor a Richard Ellis nyomozó volt a vendégünk, és a külföldi nyomozatból azért tudjuk azt, hogy ezek a szálak ide vezetnek. Nem csak, hogy Magyarországra vezetnek, hanem Fejér megyéhez, konkrétan Székesfehérvártól nem messzire lévő településekhez kötődnek, a szerencsétlen sorsú Sümeg Józsefhez kötődnek, és hát egy nagyon érdekes időszakhoz, amikor nem volt fontos talán, hogyha azt mondjuk, hogy a kincsek itthon maradjanak. Hát, mert ez az időszakra sajnos be kell, hogy lássuk jellemző, hogy azért ott tünedeztek el dolgok. Hát igen, valószínűleg. De az sem lehet véletlen, hogy amikor a magyarok fölvették a Scotland Yarddal a kapcsolatot még ugye régebben, és a Scotland Yard a magyaroktól függetlenül ugyanarra az eredményre jutott, mint a magyarok. Tehát a magyar nyomozókra gondolok, tehát ez sem véletlen, hát, mert egyébként nem jutnak ugyanarra az eredményre. És amikor már megnyithatták egymás előtt az aktáikat, hogy úgy mondjam, akkor egyértelműen kiderült, hogy igen, ugyanazon az úton járnak, meg ugyanarra a végkifejletre jutottak. Igen, tehát... Mind a kettő. Ez nem véletlen. Feltehetőleg nem véletlen. Ettől függetlenül a rejtélyeket sajnos nem visz közelebb minket a rejtélyekhez. Ugyanakkor azért is talán fontos itt ezt különösen Székesfehérváron, Fejér megyében hangsúlyozni, hogy jó, hogyha szóba kerül folyamatosan ez a kérdés, meg jó, hogy végre hazértek a kincsek. Speciál, mert csak egyszer lennék boldogabb, hogyha mondjuk a Szent István Király Múzeumban láthatnám. Hát nálam nem lenne boldogabb. De hogy mert azért még benne vagyunk abban az időszakban, amikor lehetnek tanuk. Igen. Igen, még már túl vagyunk a 24 órába, de még mindig, mint ahogy hogy itt szép lassan csak-csak bukkannak elő új adatok, ugye, vagy új emberek, hogy hát ha még sikerül olyannal találkozni, aki hajlandó beszélni,
és hát közelebb visz minket a megoldáshoz. Igen, mondjuk én is boldogabb lennék, hogyha itt lenne nálunk, mert ahhoz elég lokálpatrióta vagyok, hogy én azt mondom, hogy ami a miénk, az a miénk, nem csak Magyarországra, hanem ami itt került elő, aminek nem örülnek egyesek, mondjuk a Nemzeti Múzeumos kollégák. De őket de is meg lehet érteni. Őket én megértem teljesen, de attól én még jobban örülnék, ha nálunk lenne. De ez érthető is, hiszen mindig azt mondtuk mi vidéki múzeológusok, hogy ugye a Nemzeti Múzeumnak mindenhez előjoga van, hogy elvihetik, sajnos ez benn van a törvényben, hogy ez nem jó, mert vidékre, ha mi kiállítunk olyan ritka tárgyakat, amik itt előkerül, és nem kerül a Nemzeti Múzeumba, akkor eljönnek. Tehát bárhonnan eljönnek, mert meg akarják nézni, akit érdekel. De hogyha minden fölkerül, akkor kicsik az esélyek, hogy lejönnek ide. Jó, hát vannak olyan műemléki értékeink, amiért lejönnek, de azért talán nagyobb lenne a látogatottságunk. Hogyha már a látogatottságnál tartunk meg mondjuk a helyi értékeknél, akkor mondhatjuk azt, hogy Gorzium is egy ilyen pont, és mondjuk hétvégén pedig lesz egy érdekes esemény is, ahova érdekes módon szombaton mindenkit ingyenesen családokat várnak, és hát történelem, játék, kalandozás, mit kell erről tudni, Gabriella? Az, hogy ez egy középkori témanap lesz, amit Kovács Dóra múzeum pedagógus szervezett, nagyon jó programot állított össze, lesz itt két hagyományőrző csapat, akik majd csata jelenetet fognak bemutatni, illetőleg a kun viseletet. Mellette lesznek kézműves foglalkozások is, tehát ez 10 órakor kezdődik, és délután 3-ig fog tartani, tehát úgy van összeállítva a program, és nyilván, hogy 3 után a látogatóktól már nem fogunk belépőjegyet szedni, hanem maradhatnak, tehát megnézhetik magát a területet is. Na most azért akartuk igazából ezt a középkori témanapot, mert ugye Fövenyről nem nagyon tudnak. Hát ugye Gorzium az ismert római kor, de Fövenny puszta sem volt akármi. Ugye ez egy Árpád-kori falu, nagyon kevés róla a forrásadat és az ásatási adat is, de volt temploma ennek a településnek, és ugyanakkor azt is tudjuk forrásokból, hogy a hagyomány szerint ezt István király, tehát a Szűz Mária prépostsági templomhoz tartozott. Tehát ugye ez a kis körzet, vagy kis falu, tehát nem volt akármi. És tudjuk azt is forrásokból, hogy nem csak csata volt ott, hanem országgyűlés is. Tehát ez a Székesfehérvár és Gorzium közötti területen. Sajnos nagyon kevés az ásatási adat is. A templom az ma látható, az alapja itt természetesen. Volt egy temetője, ami fel lett tárva, és a temetőt körbevette egy kerítőfal, az nem látszik, és hát egy-két középkori házat, illetőleg utat feltártak, de nagyon kevés az adat. Ugye ráépült a római korra, ez volt legfelül, tehát a középkori rész, úgyhogy nagyon sok minden, ugye a földművelés áldozata lett, hogy úgy mondjam, de nem volt akármi, és úgy gondoltuk, hogy talán ezt is érdemes bemutatni, és ezért találta ki egy kolléganőm, már 3 évvel az nem a Dórika volt, hanem egy másik kolléganőm, a Krizsány Anna, hogy csináljunk egy ilyen középkori témanapot, aki ugye áttatta ennek a kis kolléganőmnek, aki nagyon ügyesen összeállította, meg kell, hogy mondjam, ezt a holnapi programot. Úgyhogy remélem, hogy sokan... Tehát egy interaktív program lesz, igen. Szóval, ez a családoknak az idő az meg szép és lesz. Nagyon jó lesz, mert ugye csináljuk Florálián a római kort, most megismerik egy kicsit a középkort, és főleg a kunokat, ugye a kun harcmodort, a kun viseletet, tehát egy kicsit tágítjuk a kört. Remélem, hogy sikere lesz, mert az jó lenne.
A programok azok magukért beszélnek, igen, szerintem, és egyébként én pedig mindig szeretek szívesen fölmászni arra az erőt falra, elnéz az ember egy kicsit jobbra a Sárvíz csatorna irányába, Szabadbattyány felé, és akkor el tudja képzelni, hogy és egyébként Ceuzó palotája, hogy tündökölhetett, ott látszhatott annak idején, és, igen, és az is, azzal is jól el lehet egy kicsit játszani a fantázia mesdjéjén. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt nálunk. Én is köszönöm a meghívást. Nézőinknek pedig köszönöm a figyelmüket, hogy velünk tartottak köztérre. Legközelebb egy hét múlva jelentkezek majd itt a Fehérvár Televízióban pénteken este. Ha tehetik, akkor legyenek velünk akkor is itt. Viszontlátásra!